Nem egyébként tulajdonképpen gombaszodás olyan támogatás. Nekem amikor még rendesen volt vajam, akkor ilyen komolyan külső volt, tehát ilyen három homlokom, és nekem tulajdonképpen intellektuális emlékeztető homlokom azután kezdett el megérkezni gombaszodni. Tulajdonképpen hálás vagyok a gombaszodásnak. Jó estét kívánok, megnyitom a ceremóniát. Örülök, hogy ennyien eljöttek a Tiszapár szerkesztőségbe, ahol ugye Korány Györggyel készült életút beszélgetés jelent meg ugye, könyvalakban, és ennek a bemutatója lesz. A Rácz Lajos, aki a könyvnek a megálmodója, megalkotója, és Gyenge Zoltán fog vele beszélgetni, úgyhogy át is adom a szót, hajrá. De jöjjön be! Mégis az a akadémikus 5 perc úgy látszik, hogy... Majd videóról megnézem. Aztán megint ezt a kezdeti 1-2 percet, de nyugodtan. Kezdjük. Na hát én először is köszöntök mindenkit, és annyi bevezetőt mindenképpen szeretnék mondani, hogy amiért én elvállaltam ezt, hogy beszélgessünk erről a könyvről, annak van egy teljesen személyes oka. Nevezetesen az, hogy Konrád Györggyel egy faluból származunk, ez pedig Berettyóújfalu, amiről elég sok mindent tudnék mesélni. És hát a Lajos pedig, bár nem berettyóújfalusi, ez egy nagy hiba, de ezt már nem tudod korrigálni, de a környékről származik, viszont Berettyóújfalva jártál gimnáziumba, ahova én is jártam gimnáziumba. Egy év volt között. Igen, de te voltál fiatalabb. Igen, és most is. És hát tehát a helyzet az, hogy az idősebbek nem emlékeznek az alattuk járókra, az alattuk járók emlékeznek a fölöttük járókra. De mindegy, mert utána pedig akkor találkoztunk, amikor együtt vettük át a professzori kinevezésünket a Solyom Lászlótól. Na, tehát van egy történész, ugye? Hát történész. Nem mondanám ezt ennyire egyértelműen, tehát nekem soha nem volt tiszta identitásom. Lehet, hogy az, hogy legalábbis az irodalomnak a peremére sodródtam, ebben nagyon sokat segített az, hogy én arra a kérdésre, hogy mi is vagyok valójában, soha nem tudtam választ adni, de amennyire a te életrajzodat ismerem, a te esetet sem egyszerű. Az sem teljesen egyszerű, tehát egy kevert identitású irodalmát történész, az én identitásomat azt még próbálom meghatározni valóban, én a filozófia tanszéken tanítok, de egyébként eredetileg jogot végeztem és jogász is voltam. De ami igazából ehhez a könyvhöz köt, amit hát hosszú idő óta nem szak jellegű irodalomként végigolvastam egyébként nagy-nagy érdeklődéssel, az, hogy kíváncsi voltam egyáltalán arra, hogy a Konrád hogyan nyilatkozik meg a gyermekkoráról, hogyan nyilatkozik meg azokról az időszakokról, amelyeket részben egy kicsit, vagy annak az utóéletét én is ismerhettem, meg Lajos is ismerhette. A könyv az ugye nagyjából 10 évet foglal magába, és azért azt is hozzátenném, hogy néhányan azt mondják, hogy miért nem irodalmár, tehát ilyen virtigli irodalmár, bocsánat, nem kevert identitású irodalmár, készítette ezt a könyvet. Szerintem pont jó, hogy nem virtigli irodalmár készítette. A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan kellett egy kapcsolatot teremteni a Konráddal, és amit még, hát mielőtt ennek a körülményeiről te tudsz beszélni, és hát nyilván fogsz is, amit még erről a könyvről előzetesebben el kell mondani, hogy épp itt az előbb beszélgettünk arról, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az ilyen memoár irodalom iránt. Tehát az is megérne egyébként egy külön
hát beszélgetés, hogy a histoire és a memoir az hogyan viszonyul egymáshoz, de egy biztos, hogy ezek a személyes visszaemlékezések ezek egyre érdekesebbek, és tudom, hogy most is jelenik meg a könyvhétre egy ilyen jellegű könyv, és hát jelentek meg korábban előtte is. Ugye, hogyha például a Heller Ágnes könyvét, akár a Biciklizőn majmot, akár a másik személyes élettörténetét, és Konrádét összerakjuk, akkor gyakorlatilag egy 20. századi pályaképet kapunk, egy csomó szociográfiai, történelmi, politikai és nem tudom én, hogy milyen egyes emberek közötti személyes viszonyokkal. És hát én ugye mindkettőket jól ismertem, Konrádot egyébként érdekes módon kevésbé, de a Hellerrel nagyon közeli kapcsolatban voltunk, jó baráti kapcsolatban. Tehát ezekből a könyvekből nagyon jól össze lehet rakni azt, amit történelmi könyvekből nem lehet összerakni. Tehát ez a személyesség, ami ezekben a könyvekben benne van, azok rendkívül fontosak, és hát ebben a könyvben is, én tényleg mindenkinek tudom ajánlani, hogy olvassa el, ebben a könyvben is az ember egy picit a saját korszakára ismer. Meg arra ismer, hogy hogyan történtek azok a dolgok, amelyekről már nagyon sokaknak szinte fogalmuk nincsen. Viszont van egyfajta nosztalgia. Ugye most például készült egy olyan filmsorozat, amelyről hatalmas nagy vita zajlik, ez a Besugó című film, amely kifejezetten a 80-as éveket vetíti elénk. De hát itt sokkal többről van szó, hiszen Konrád 45 előtti Magyarországról indítva egészen a 2000 utáni Magyarországi és európai, hiszen ő egy abszolút a szó mindenféle értelme egy európai volt. Tehát ezt szerettem volna tulajdonképpen előzetesen elmondani, aztán engem nagyon érdekelne, hogyha beszélnél arról, hogy hogyan jött létre maga ez a kar, illetve azt tudom, hogy Kecskemétem, azt leírtad, Csatári Bálint. Igen. Csatári Bálint volt nekem a matematika tanárom a középiskolában, tehát itt is van egy érdekes nekem meg a földrajz kapcsolat. Földrajz matematika szakos volt, így van. És egyébként a bátyámnak a legjobb barátja volt, tehát családilag is ismertük nagyon jól a Csatári család, nem mi egymás. Tehát azt tudom, hogy ez volt, de hogy nyílt meg a Konrád, az viszont egy érdekes dolog. Hát tulajdonképpen az én státuszomat meg kell határozni, hogy rajongó voltam. Tehát az először a Konrád szövegeket azt 79-ben olvastam, amikor Beretyújfolba, az Arany János gimnáziumba, nem tudom, a Kisárpit, te ismerted? Ő a Halász Péter társulatának az egykori tagja volt, az ő felesége Tesi Tamár volt a gimnáziumban, és az Árpit, ez a, hogy mondjam, baleset juttatta oda. Ő egyébként hát egy ilyen irodalmár művészember volt, és hát azt hiszem, Beretyújfalu nem egy ideális közeg, akkor sem is, talán még ma sem egy ilyen ember számára, de hát valahogy próbálta eltölteni az időt, ezért szervezett egy irodalmi színpadot. És abban az időben én még minden iránt érdeklődtem, és jelentkeztem ebbe az irodalmi színpadba. Nagyon gyorsan kiderült, hogy milyen hát mindenféle ilyen hangképzési problémáim vannak, nem csak nekem, hanem az összes többi tagjának ennek a színpadnak. Megrendelte nekünk Monták Imre Tiszta Beszéd című főiskolai gyakorlókönyvét, aminek az egyik gyakorló monológia az a Konrád Györgynek a látogatónak a reggeli monológia, aminek ugye az a vége, hogy Istenem, ez a nap akkor is olyan lesz, mint a többi. Tehát ennek a kádári időszaknak egy nagyon jó áttekintése. Na most tehát innen indult a dolog, és akkor elkezdtem olvasni, amikor kiadták a könyveit, 88-tól kezdődően tulajdonképpen mindent, amit addig írt. És volt egy nagyon érdekes benyomásom, amikor olvastam ezeket a könyveket, nevezetesen, hogy nagyon bensőséges érzés volt olvasni őket. Én általában, amikor olvastam, akkor magyar szerzőknél is az volt a benyomásom, hogy benézek egy ablakon, abban a világban, amit ez az ember létrehozott. És amikor a Konrád szövegeket olvastam, akkor az volt a benyomásom, hogy én benne vagyok a történetben. Nekem nem írtak szöveget, tehát én a statiszta vagyok, aki ott jön-megy a színen, de hogy nem kívülről néztem, hanem belülről néztem ezeket a történeteket. Először a Konrádot itt a Somogyi Könyvtárban volt a Szörényi Lászlóval egy könyvheti ilyen beszélgetés, akkor láttam először személyesen. És utána, amikor a Csatári Bálint meghívta a Kecskemétre, ennek az volt az apropója,
hogy volt egy, abban az időben ugye a Közép-Európa egy nagyon érdekes ötlet, gondolat volt, és mindenki Közép-Európa Egyetemet akart szervezni. És volt egy Közép-Európa Egyetem alapítvány, amit Kecskemétre akarta hozni a Közép-Európa Egyetemet. Ebből egy Közép-Európa Egyetem lett végül a Soros György féle Central European University, Közép-Európa Egyetem, de ez is egy ilyen próbálkozás volt. És a Konrád és a Csatári Bálint is tagja volt ennek a kuratóriumának, és hát a kuratóriumoknak egy fontos tisztelet teljes kötelessége, hogy időnként összegyűlnek, beszélgetnek dolgokról, és hát ebben az esetben a világon nem történt semmi. De hát a Konrád egyszer eljött és beszélgetett velünk. Na most, hát ha valaki találkozik a rajongójával, az nem tudom kinek volt ilyen élménye, az egy nagyon nagy megpróbáltatás. Mert a rajongó az beszélgetni akar vele. Hát nekem nincs annyi rajongó, mint a Konrádnak volt, de is ismerem azt a páni félelmet, amikor leül velem szembe, és olyan másfél-két órára tervez. Na most, hát valószínűleg a Gyuri is érezte ezt a páni félelmet. El is mondta, hogy annak idején még a Hernádi Gyula készítette föl az ilyen helyzetekre. Azt mondta, hogy minden egyes esetben, hogyha elmegy valahova a könyvemutatót tartani, akkor kösse ki, hogy ő aznap este el is fog onnan utazni. Egyetlen alkalommal hát hibázott, amikor Dunaújvárosban annyira szívélyesen invitálták, és olyan mennyiségű pálinkát bocsátottak a rendelkezésére, hogy nem ment el az esti vonattal, és este 11-kor a csülkös pacal és egy liter pálinka elfogyasztása után megkérdezték a helyiek, hogy mi a véleménye a dunaújvárosi írókról. És akkor megérezte, hogy Hernádi Gyulának nagyon igaza volt, és soha többet nem követte el ezt a hibát. Na most visszatérve a saját történetemre, hát hasonlóképpen elkezdtem a Gyurinak a Gyuritól kérdezgetni dolgokat, és hát valószínűleg ő is azonosított, hogy a veszélyesebb típusból vagyok, mert hogy amikor elkezdett egy történetet, akkor én mondtam, hogy ez melyik regényében van, vagy melyik, hol írta meg, mert hát meg kell vallani pironkodva, hogy az egyik legerőteljesebb, vagy legnagyobb adottságom, vagy hát versenyelőnyöm a kortársaimmal szemben a végtelen korlátoltság, tehát engem nagyon kevés dolog érdekel. Tehát összesen talán 5 dolog az, ami komolyan érdekel, ebből az egyik a foci, valószínűleg ez egy generációs sajátosság. És hát a másik ilyen az a Konrád volt, tehát én a látogatót azt 23-szor olvastam el, a cinkost azt 17-szer, és a többit azt kevesebbszer. Na most ebből következően elég pontosan tudom, hogy mi, hol, mikor történt, és hát valószínűleg a monotónia tűrés is a korlátoltságnak egy ilyen előnyös tulajdonsága, de ugye láttam a Gyuri szemébe a tiszteletet, hogy ismerem, tehát nem arról van szó, hogy csak úgy vakon kérdezgetek, de hát az ő szemébe is láttam a félelmet, amikor mondtam, hogy hát ugye le kéne ülni hosszabban beszélgetni dolgokról, és hát szegény menekültem eddig, tudod, de én voltam az eltökéltebb, úgyhogy amikor mondtam neki, hogy kéne ebből valamilyen biográfiai jellegű dolgot csinálni, akkor valamelyest fölkeltettem az érdeklődését, viszont ugye az történt, hogy minden délelőtt dolgozott. És annyiban megadta magát, hogy azt mondta, hogy délelőtt soha, de a délutánokat, hogyha egyeztetünk, akkor a délután hajlandó velem beszélgetni. És az lett az érdekes, hogy az volt az érdekes, hogy ahogy haladtunk előre az interjúban, egy idő után előfordult, hogy délelőtt is beszélgetett velem, ebből arra következtetése is tudtam, hogy valószínűleg örömmit lehet-e benne. De hát én voltam az erőszakosan. Ami engem ebből a könyvből igazából érdekelt, az persze először is belétűn fogok. Hogyha még egy személyes dolgot elmondhatok, ezt lehet, hogy neked sem mondtam, az én édesanyám és a Gyurinak a lánytestvére iskolatársak voltak, tehát ők ismerték egymást. És hát amikor a Konrád ezt megtudta, akkor egészen más, tehát furcsa volt a viszony az emberekhez. Valóban úgy, ahogy mondott, tehát ilyen gyalogvással, távolságtartással kezelte. Ez úgy, meg Beretyőfalu, az egy kicsit ezt felszakította. De egyébként én azt hiszem, hogy ő azért a konkrét barátain, tehát akiket éveken keresztül nem nagyon engedett közel magához senki. Tehát egy érdeklődő, nyitott ember volt, de szerette megtartani a saját köreit.
Bocsáss már csak ez egy apróságot. Varsa Verával, aki az első felesége volt, van a Open Society-nek egy beszélgetése. Ő ugye holokauszt túlélő volt, a Varsa Vera is, és a Gyuriról adott egy nagyon pontos jellemzést. Azt mondta, hogy a Gyuri nagyon érdeklődik az emberek iránt, és nagyon mély kérdéseket tud nekik föltenni, de, és ezek az emberek nagyon gyakran ezt félreértik, mert azt gondolják, hogy van, lett egy igazi barátjuk. És hogyha a Gyuri kiszedte azt az információt, hogy íróról van szó, amire neki szüksége volt, akkor utána nem érdekli. Tehát például a Varsa Vera azt mondta, hogy a következő férje, a Gyuri utáni következő férjére akkor figyelt föl, amikor a Gyuri két nap után is azt mondta, hogy ez az ember érdekes. Na, induljunk ki a kezdeti stációból. Van egy 30-as, 40-es évek vidéki kis faluja. Ez Beretyőfalu. Beretyőfalu, azért annyit elmondhatunk, itt nem hiszem, hogy mindenki nagyon ismeri, legfeljebb, hogyha Szeged és Debrecen között mennek a 47-esen, akkor érintik. A feleségemet többször elvittem, nem örülök. Szóval, igen, tehát, az, szóval, na mindegy, akkoriban ez egy nagyon érdekes kis hely volt, ugye rendkívül jelentős volt például az ottani zsidó közösségnek a szerepe. Ugye ez Nagyvárad, Beretyőfalu, Debrecen környéke, nagyon erőteljesen jelen voltak, nagyon reprezentáltak voltak a zsidó lakosságban élők. Például a zsinagóga az, hogy egy egészen nagy zsinagóga van, amit most hál' Istennek rendbe hoztak, mert tényleg az minden volt már, ilyen raktártól kezdve az örök tudja, hogy micsoda. Tehát volt egy polgáriosodó kis alföldi falu, és ebben a kis polgárosodó alföldi faluban azért föltűntek bizonyos személyiségek. Nem csak a Konrád, hanem például, hogyha a temetőbe bemegyünk, rögtön az első sír jobbra, az Makkárolynak a sírja. Nem az a Makkároly, akit mi ismerünk, hanem az ő édesapja. Kálmán. Nem, szerintem Kálmán ő is. Én Kálmán, ne. Lehet, hogy Kálmán. Mert róla nevezték el a mozit, és az Mag Kálmán mozit. Igen. Jó, akkor Kálmán. Kálmán. Nekem rosszabb az emlékező képessége, mint a Lajsai. De én is igyekszem. Igen. Hát ez a korral jár. Az egy év, az megmutatkozik. Tehát a maguk mozi az egy fogalom volt. Annak idején Beretyőfalu nem nagyon volt mozi. Tehát ő alapította ott a mozit. És gyakorlatilag egy olyan környezetet vert szét a 40-es évek, amely egy ilyen nagyon-nagyon pecskű korszaka volt ennek a falunak. Nagyon sokat mesél róla a Konrád. Én azt hiszem, hogy nagyon jól érezte magát ebben a közegben. Amit aztán ugye az ismert események, történelmi események szinte teljesen tönkretettek. És utána ugye van egy olyan része ennek a történetnek, amikor a deportálás megindul, hogy amiért a Konrád megúszta, az az, hogy ő Budapestre került. Tehát nagyon sokan Budapestről például vidékre menekültek, ami utólag látható, hogy nem volt egy jó döntés. A Konrád pedig Pestre került, és ezért megúszta. Gyakorlatilag az iskolatársai közül talán senki nem úszta meg. Négyen úszták meg. Négyen megúszták. Gondolom, hogy jobban emlékszem. Tehát akkor gondolom, majdnem senki. Majdnem senki. és azt hiszem, hogy neki folyamatosan volt ezért egyfajta nagyon érdekes lelkiismeret furdalása, ami nyilván nem kellett volna, hogy legyen, mert hiszen mindenhez semmi köze nem volt, de mégiscsak érzett valami hasonlót. Mondták is neki, helyettük élsz. Így van, ezzel is van, vagy azt hiszem, hogy benne is van a könyvben, és hát ugye ő 45 után visszatért. Na most az az érdekes, ezt szintén nem mondtam még neked, hogy nekem van egy könyvem, ami a Beretyőfalu zsidóknak a visszaemlékezéseit tartalmaz, nem tudom, hogy ismered-e. Konrád írta az előszót. És ebben leírják azt, ezek a zsidók, ezek már Izraelben éltek,
ki kibuszban, ki nagyvárosban, stb. És leírják azt, hogy nagyon sokan 45 után vissza akartak jönni. Annak ellenére, hogy történt, ami történt. És ugye azzal szembesültek, hogy nem volt meg a ház, más lakott benne, elvitték a motorokat, és a többi, és a többi, és akkor fogták magukat, és visszatértek Izraelbe. De Izraelben például volt egy belekülfős közösség. És ők megtalálták a Konrádot, és a Konrád gondolom írt is erre az egészhez egy előszót. De folyamatosan azt éreztem, és egyébként ezt a Hellernél is éreztem, hogy az, hogy én túléltem, azért, minthogyha valami meg nem határozható lelkismert foglalásom lenne. Helyettük élsz, igen. Tehát ez jól fejezi ki. Egyébként nagyon érdekes, én nem nagyon sokat kér, tehát maga a stratégia, amikor csináltam ezeket a beszélgetéseket, az volt, hogy ugye mindent olvastam és sokszor. Tehát azokat a részeket igyekeztem kideríteni, vagy azokra kérdeztem rá, amikről nem írt. Mivel a Gyuri több helyen is nagyon nagy részletességgel megírja az elutazás és hazatérésben, megírja a Cinkosba, helyenként a Kerti Mulatságba is annak az egy évnek a történetét, meg a holokausznak a történetét, ezért viszonylag keveset kérdeztem erre rá. De a Gyuriba volt egy elképesztő macska természet, tehát hogy minden helyzetből igyekezett, és jó adottságai voltak arra, hogy talpra essen. Hiszen amikor deportálták a Berettyóújfalui zsidókat, egy napon múlt az, hogy őt nem vitték el, és egy 11 éves gyerek oldotta meg ezt a problémát, úgyhogy átment a fekete ügyvédhez, aki szembe lakott velük, és jó kuncsapja volt az édesapjának, és megkérdezte tőle, hogy Berettyóújfaluból szeretnének Budapestre menni, hogy meg lehet-e venni ezt az engedélyt pénzért. És az volt az elképesztő, hogy ami mondta, hogy megkérdezte a fekete ügyvéd, hogy van pénzed? És akkor mondta, hogy van. És mennyi? És mondta, hogy 37 ezer pengő, mert annyit dugott el az édesapja egy rejtek helyre a lakásba. És úgy utólag hozzáfűzte, hogy nem kellett volna mindet odaadni. Tehát nem. 11 éves gyerek, és akkor mondtam is a Gyurinak, hogy hát ne haragudj 11 évesen, nem a maximumot kihozni egy üzleti tárgyalásba, azért ne szégyell magad érte. Aztán a másik ilyen a macska természetére nagyon jó példa, amikor másodjára maradt életben. Egy védett házban voltak, ami hát annyira volt védett, most nemrég olvastam a Zoltán Gábornak az orgiáját, tehát hogy szimbolikusan volt védett ház, talán ez svájci védettségű volt az a ház, és kitört egy lövöldözés az utcába, és a kint éppen barikádot építő zsidó munkások, akik ott éltek abban a házba, bemenekültek, és futott utánuk egy nyilas fiú, és megpróbálta a Gyuri, aki 11 évesen kapuügyeletes volt, betolni a kaput, és egy ügyvéd, egy idős ügyvéd, aki ott volt még a kapuügyeletben, próbálta segíteni neki, és ketten tolták befelé a kaput, de a nyilas fiú betette a lábát a kapurésbe, és betolta. És annyira föl volt háborodva ez a drága ember, hogy minden szó nélkül az ügyvédet fejbe lőtte. És a Gyurira is ráfogta a pisztolyt, 11 éves gyerekről van szó, és a Gyuri ezt többször el is mondta, meg is írta, hogy valószínűleg annak köszönheti az életét, hogy visszanézett. Belenézett ennek a nyilasnak a szemébe. És leengedte a pisztolyt, és kiment. Tehát, hogy volt, vagy hát ugye a másik lehetőség, 70-es évekkel beszocializálódtam valamelyest, én is 30 év volt Gyuri megközöttem, de hát én egy olyan helyen nőttem föl Csökmőn, remélem ezt a csökmélyek megbocsátják nekem, amiről hát ugye az volt Berettyóújfaluban a mondás, hogy ne viselkedj úgy, mint a csökmélyek. Ez azt jelentette, hogy a gödör alja. Tehát ilyen módon a tradicionalitást az sikerült egy kicsit tovább őrizni, tehát ezt mindig el szoktam mondani, hogy a születésre évében vezették be a villanyt a faluba, és hát kútra úgy jártunk, mint Kenyában jelenleg is, tehát hogy ha elfogyott a víz, akkor fölpakoltuk a kannákat, és szóval amikor a Bandi fiamnak mesélek erről, akkor azt mondja, hogy nem nagyon szereti hallgatni, mert ő már a wifi generációnak a tagja, tehát hogy akkora a gap, hogy igazándiból már segédfogalmak sincsenek a meghatározásához. Tehát lényeg az, hogy ez a 70-es évek, az ugye volt ez a mondás, biztos itt a hallgatóságból is sokan ismerik, hogy a magyar értelmiség előtt két út áll, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Na most a Gyuriba az volt az elképesztő, hogy ebbe a világban is meg tudta találni azokat a lehetőségeket, amivel valahogy, hogy mondjam,
nem lett alkoholista, meg tudta írni azt, amit meg akart írni, és tulajdonképpen azáltal, hogy kijutott külföldre először DLD ösztöndíjjal, később ugye ennek kapcsán más ösztöndíjakkal is, kikerült ennek a, ez alól a búra elől. És én ezt a saját tapasztalatomból is tudom, tehát amikor kikerültem a 90-es évek elején Párizsból, Bernbe, meg Brunóba, tehát hogy ki az ország területéről, az valami elképesztő revelatív élmény volt onnan visszanézni. És hogy azok a rögeszvék és mindenféle ilyen bénító dolgok, azok mennyire nem léteznek egy bizonyos távolságban. Hát önmagában a határon átmenet, én a saját szüleimmel láttam, hogy még akkor is, amikor már gyakorlatilag a 90-es évek után vagyunk, leomlott a berlini fal, még akkor is van bennük valami gyomorgörcs, amikor a határhoz közeledik. Hát az bennünk is van. Az, igen, tehát ez valószínűleg genetikusan belenevelődött ebbe a nemzedékbe, és nagyon nehezen fogja ezt elveszíteni. Lehet, hogy ezért mondják azt, hogy az igazi rendszerváltáshoz majd egy nagy nemzedékváltásra is szükség van. Hát nem örülök. Hát pedig ez sajnos valamennyire tényként el kell fogadni, saját magunkra nézve is. Igen. Na de tehát ez nem azt jelenti, hogy a halálomat kívánok. Nem kívánom én senkinek, még a sajátomat sem. Nagyon jó volt is te gondolat. Ami még eszembe jut itt, ugye említetted az Zoltán Gábornak a könyvét, ami az orgiát, illetve hát annak a folytatását, és ami mindkettő vérfagyasztó történetekkel van tele, olyanokkal, amik el se hiszük szinte, hogy megtörténtek. A Konrádnak a megmenekülése, és meg itt, hogy párhuzamba állítom, az nem véletlen a Heller Ágnesnek a megmenekülésével. Egyszer egy konferencián, rövid lesz a történet, megígérem, Weimarban voltunk kint a Hellerrel, és rábeszélt, hogy menjünk ki, nézzük meg a Buchenwaldi tábort, ami úgy tudunk van Weimarban. És emlékszem, hogy kimentünk egy ilyen nagyon ködös napon, hideg napon, buszra jutunk, a buszról folyamatosan csak szálltak le emberek, a köd egyre jobban ereszkedett, egyébként ezt a történetet meg is írtam, a végén már csak ketten voltunk a buszon. Bementünk a Buchenwaldi táborba, és ott a Heller elkezdett mesélni a kertészről, aki ugye szintén a Buchenwaldban volt, ott is volt, és hát ugye akkor még ez valamikor a 2000-es évek elején, tehát ez még a Nobel-díj előtt történt, ugyan már sokan tudtak a sorstanságról, de nem volt annyira ismert a könyv, mint ahogy nyilvánvalóan a Nobel-díj után lett. És azt mondja az Ági, hogy hát én majdnem ugyanide kerültem a kertészre. És akkor mesélte azt a történetet, hogy őt egyszer kiállították a Dunapartra, és pont akkor hagyták abba a lövéseket, amikor ő került volna szinte sorra. De ő akkor azt mondja, hogy én elhatároztam, hogy jó szó vagyok, beleugrom, és megpróbál kellene külni. Mert a Wallenberg megjelent, és akkor leállították. A másik pedig azt mondja, hogy ugyanabba a penetoszlopba volt, mint a kertész. És azt mondta, hogy kicsi voltam, fürge voltam, elszaladtam. Tehát egyszerűen kiszaladt a sorból, és így úszta meg. De azt mondja, majdnem ugyanoda kerültek, ahol a kertészes kerültek a Buchenwaldba. Úgyhogy ezek nagyon érdekes dolgok, nagyon érdekes hát nyomokat hagynak azért az életünkben, és ezt a Heller életünkben is lehet látni, és ugyanígy lehet a Konrád, egyébként jól ismerték egymást, és személyes jó viszonyban voltak egymásra, de nem véletlen, hogy őt ilyen bizonyosítani referenciaként néha megemlítem. De ugorhatunk egy-egy korszakot, hogy eljussunk majd a 2000-es évekhez. Amit nem megyen a... Igen. Tehát... Ugorjunk. Mert a dolognak, tehát nyilván a holokauszt az végig kísérte a Gyuri életét, és időről időre a beszélgetéseinkben is előkerül, de van egy másik nagyon érdekes aspektusa,
Hát ő a magyar értelmiségnek egy nagyon fontos figurája volt. Magyarországon is, és nemzetközi kontextusban is, ha szabad ilyen idétlen módon fogalmazni. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy hogyan szocializálódik egy ilyen értelmiségi. És nagyon tipikus volt egyébként a szocializáció, ugye, amikor az ember fiatal, bizonyos mértékig a saját kezdő éveimre gondoltam vissza, ugye az első 10 évben nekem nem volt komoly állásom, tehát nem ösztöndíj meg ilyenek voltak. Hát a Gyurinak egy kicsit erősebb időszak jutott ki, tehát az 50-es évek, amikor ugye egyetem után az életképek leigazolta, és mintegy fél éven keresztül kapta a fizetését egy ilyen gyakorlatilag bürokratikus tévedésnek köszönhetően, mert beérkeztek a szovjet csapatok, csak valaki nem figyelt oda, hogy a életképek segédszerkesztőjét annak ellenére, hogy ez egy ellenzéki folyóirat, még fél éven keresztül fizette a magyar állam. És miután ezt észrevették, utána természetesen munkanélkülivé vált, és utána volt téglahordó, volt korrepetítor, tehát ezeket a klasszikus ilyen szabad értelmiségi állásokat töltötte be, és ez egy visszatérő időszak, mikor kirúgják, akkor mindig keres ilyen állásokat, és hát hol sikerül, hol nem. A leginkább az egyik kollégájára volt irigy, aki madárfészek számláló volt egy pest környéki erdőben. Tehát ezek nagyon érdekes ilyen értelmiségi foglalkozások, de hát neki a legjobb közelítés az a villanyóra leolvasó volt, ahol végül nem sikerült elhelyezkedni, mert olyan értelmiségi túljelenkezés volt, hogy az ő protekciója a villanyóra leolvasás az nem volt elegendő. De igazándiból az ő életrajzában nagyon érdekes, hogy egyetlen olyan időszaka van, amikor rendes állása van. Tehát amit ugye ebben a világban rendes állásnak tekintenek, amikor gyermekvédelmi előadó volt. És tulajdonképpen az indulása is ehhez a rendes álláshoz kötődik. És a látogató. A látogató, hiszen ekkor hát gyűjti össze azokat az élményeket, tapasztalatokat Budapestről, mert ezt nagyon sokszor elmondta, hogy ő nem budapesti. Tehát budapesti lett, de ő nem budapestinek született, és ezt nagyon gyakran éreztem, amikor olyanokkal beszélgetett, akik budapestiek, hogy az a fajta finom tudás, amit az ember gyerekkorában tud összeszedni, az neki nincsen meg Budapestről. Tehát ő már abban az életkorban, ez kicsit olyan dolog, mint a külföldre kerülés. Nagyon érdekes egyébként, emlékszem a bátyám, amikor Budapestre került, 70-es években vagyunk, akkor úgy beszéltek róla, mint amikor valaki kiköltözik Új-Zélandra. Tehát a mentális távolságok azok sokkal nagyobbak voltak abban a világban, és... És többször biztos sokat költözni bele egy ülfogóba is. Tehát többször meg is jelent. Igen. Ugye kereste a házat, kereste a vasboltot. Igen. Igen, de végül is hát magát öregpestinek definiálta. És nagyon érdekes volt egyébként az identitás konstrukciója. Amikor az identitásról beszélt, akkor újra és újra visszatérte a könyvbe, ez több helyen előjön a helyre. Tehát, hogy az ember oda, tehát úgy építi fel az identitását, ahol lakik, az beépül, az jellemzi, meg akikkel lakik, akikkel él. Ugye van a Lárpullán társulatnak ez a legendás mondása, hogy oda jöttem, ahol vagyok. Tehát ez a Gyurira is igaz volt, mert hát úgy lett belőle világpolgár, hogy ennek semmilyen feltétele nem volt adott. Mert hogy ha valakinek vannak emlékei a 70-es évekből, a külföldre történő utazás az egy ilyen vágyálom volt, amiről az ember hosszan beszélt. Ha megtörtént, utána meg mindenkinek elmesélte, aki erre minimálisan is kíváncsi volt. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy hát Mikeskelemet leszámítva a magyar irodalomnak a külföldön legtöbbet, vagy talán legtöbbet élő képviselője volt. Igen, ez biztos így van, és az identitás kérdéssel kapcsolatban azért beszéltünk egyről mindenképpen a zsidó identitásról, illetve a vidéki identitásról, ami keveredik egy sajátos polgárosodó szemlélettel és egy fővárosi identitással. De nekem az egyik kedvenc mondása az nagyon erőteljesen ehhez kötődik, hogyha ezt felolvasom, amivel én mélységesen egyetértek, tehát itt a romantika és az értelmiségi létnek a kapcsolatáról beszél, biztos emlékszel rá a beszélgetésetekben. Tehát a következő pontja, a 19. században az értelmiségnek kezdetben volt még egyfajta méltósága.
amelyet elveszített azáltal, hogy alárendelte magát a tömegindulatoknak. Azt gondolom, hogy az az idea, hogy az igazság lent van a tömegekben, hamis. Az igazság a legértelmesebb emberekben van. Ideológikusan értelmes emberek nem különösebben értelmesek. Az igazság Mozartban és Beethovenben van, és Liszt Ferencben, és kevésbé Kossuth Lajosban. Igen, egyébként ez egy érdekes dolog volt itt. Arról kérdeztem a Gyurit ebben a beszélgetésben, hogy mi az oka annak, hogy Magyarország, illetve ez a régió, ez ott tart, ahol tart. Mert ugye ez egy nagyon régi és visszatérő kérdése a magyar közgondolkodásnak, hogy kelet vagy nyugat, vagy van-e harmadik út. És nagyon érdekes volt, amit erre mondott, hogy hát részint ugye a polgárosodási deficit az egyik fő problémája ennek a régiónak, másfelől pedig a legfontosabb karakterének, a magyar történelem legfontosabb karakterének ő Széchenyit tartotta. Olvasta Széchenyi naplóját is, és azt mondta, hogy az a fajta gondolkodási mélység, amit Széchenyi a naplója tanúsága szerint hát véghez vitt, ahhoz képest Kossuth Lajos és Petőfi Sándor naív, hát hogy mondjam, fantáziáló emberek voltak. Most ezt felvetjük egy másik problémát, ami még ennél is neccesebb, azt akarom ezt mondani, ez pedig a népi urbánus kérdés. Igen. Tehát ugye, hát a korlátot sok mindennek lehet mondani, népinek biztos, hogy nem, de nagyon érdekes a véleménye ugyanakkor arról a másik tömbről, amely bizonyos értelemben ez a kettő egymással szemben definiálja önmagát. Ami számomra külön pikantériája ennek a könyvnek, hogy többször visszatér egy személyre. A Csurkára. Így van. Minthogyha számára a Csurka valamilyen módon emblematikus figura lenne, ezt érzem egyik oldalról. A másik oldalon meg azt érzem, hogy van egy érdekes mély rokon szembe a Csurka iránt. Tehát, hogy persze a Csurkával kapcsolatban elmondja, egyrészt folyamatosan mondja, hogy mennyire közel állt hozzá. Tehát, hogy együtt beszélgettek, együtt iszogattak, fröccsözgettek, asztaltársághoz tartoztak, és hogy nagyon-nagyon sajnálta azt, hogy a temetésére nem ment el. Ezt is talán többször elmondja a könyvben. Ugyanakkor, tehát ez a személyes, a personális kapcsolata a Csurkához. Ugyanakkor azt is elmondja, ami szintén a másik ilyen érdekesség, hogyha megtalálom, felolvasom, mert az úgy sokkal jobb, de lehet, hogy most megpróbálok beszélni addig, amíg nem találom meg, hogy természetesen azért megvan a véleménye Csurkáról, illetve megvan a véleménye mindarról, amit Csurka és az ilyen hirtelen magukat felfedezők képviseltek, és nem találom, majd később meg fogom keresni. Tehát ez egy sajátos ambivalencia. Most itt két dolog. Az egyik, hogy Csurkáról nagyon sokat beszélgettünk, viszont igazándiból én azt gondolom, hogy ennek a népi urbánus konfliktusnak a tragikumát az nem a Csurka képviselője, hanem az, akiről nem volt hajlandó beszélni. Többször kísérletet tettem rá a Csóri. Tehát említi, de a Csóriról külön akartam egy tematikus beszél, ők nagyon jó barátok voltak. Tehát a Csórival sokkal jobb barátságban volt, mint a Csurkával. És valami a Csórival annyira eltörött, hogy a Gyuri, amikor beszélgettünk, soha nem volt koromban. De amikor szóba hoztam, hogy a Csóriról szeretném kérdezni, akkor lefagyott. Tehát akkor egész egyszerűen nem lehetett. És ők együtt jártak annak idején a 80-as években Amerikába, meg általában nyugaton lobbizni a Ceausescu rendszer ellen, a falurombolás ellen. Nagyon közeli jó barátok voltak, összejártak. Néhány történettöredékben előkerül, hogy a fénypresszóban összejönnek, egy asztaltársasághoz tartoznak, de ott valami a nappali hold megjelenése környékén történt, és ezt nem tudtam. Az az igazság, hogy ha nem akar beszélni, nem erőltettem. Tehát nem erőltettem ezt a dolgot, de a hiány az nagyon nyomasztó.
és többször rákérdeztem ilyen sunyi módon, és akkor mindig kitért a válaszról, és azt mondta, hogy hát hívtam a Csúrit, de mindig visszakerült, a 60-as évekről beszélgettünk, és de egyszerűen megszakadt közöttük a kapcsolat. És én azt gondolom, hogy a Csurkáról azért tudok beszélni, mert a Csurka nem állt annyira közel hozzá. Tehát sokkal könnyebb egy olyan emberről beszélni, aki olyan középtávol van, de igazán soha nem volt lelki és alkotótársa, és a Csúri viszont igen. A Csúri viszont igen, és most a másik dolog, ez a népi urbánus dolog, amit én borzasztónak gondolok. Tehát annál is inkább, mert hogy ennek mind a két oldalát ismerem. Tehát olvastam annak idején a Szabó Pál kollégiumban, mulattam 4 évet Berettyóújfaluban, tehát elolvastam Szabó Pál munkásságának jelentős részét. Hát nem mondom, hogy kidobott idő minden, volt. Mindent is szeretem ott. Hát nagyon ráértem abban az időben, tehát nem tudom, hogy neked mikor volt az utolsó emléket, hogy ülsz és így unatkozol. És így nem jut eszedbe semmi. Tehát nekem az egy olyan időszak volt, hogy ültem így és unatkoztam a kollégiumban, és akkor hát elmentem Szabó Pál kollégiumban, értelemszerűen a könyvtárban Szabó Pál teljes munkássága megvolt, olcsó könyvtár kiadásban, és úgy elkezdtem az elejétől olvasni. És az volt az érdekes benne, nem volt rossz a Szabó Pál, tehát ugye én egy paraszti szocializációt tudok a hátam mögött, tehát nekem a szüleim 6 osztályt végzett paraszt emberek voltak, és a kukoricakapálásnak az én, hogy mondjam, kutatói pályámban egy igen komoly motivációs szerepe van, mert hogy azt gondoltam, hogy én oda nem megyek, ahol kukoricát kell kapálni, mert az borzasztó. Tehát, hogy na mindegy, tehát hogy ezeket a világokat, amit ezek a népi írók megjelenítettek, ezeket én, ahogy mondani, in practice is vertem, és nagyon érdekes volt egyébként a Szabó Pálnak, nem tudom melyik könyvében, az első része, ami egy szociográfia volt, baromi jó, de onnantól kezdve, hogy a főhős elkezdte szervezni a TSZ-t, onnantól kezdve nagyot esett az irodalmi színvonal. Tehát én ezt is, meg azt az oldalt is ismertem. És ráadásul ugye, hát nekem nem csak a levéltári kutatásokból voltak erre ismereteim, egyszer hazamentem az iskolából, és megkérdeztem édesanyámat, miután nagyon pozitív történeteket hallottam a partizánokról, az általános iskolai úttörő vezetőntől, akkor megkérdeztem, hogy volt-e a családban partizán, mert az ember örült volna, hogy van egy partizán, és akkor mondta, hogy nem, de nyilas az van. És akkor, hát igen. És akkor voltak ezek az összejárások, amik tanyázni jártunk, és akkor ezek a témák, tehát a holokausznak a másik oldala, ugye az Orbán Gábornak a könyvében került elő, és ezek beszédtémák voltak. Tehát ahogy ebbe a vidéki társadalomban ezek a traumák, ezek beszédtémák voltak, és nagyon erősen emlékszem arra, hogy ott ült a nyilas rokonom, és akkor megkérdezték tőle, hogy ez erről mi a vélemény. Tehát egy ilyen családi beszélgetésben. És akkor így nézett maga elé üveges tekintetben, de ő ezt nem akarta, ő ezt nem akarta. És akkor nem tudom, egyszer Szálasi nemzetvezető működésével kapcsolatban kialakult egy vita, és emlékszem apukám, aki abszolút nem volt politikus, akkor mondta, hogy akkor felállunk és elmegyünk innentől kezdve. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, de nincs földolgozva. Tehát, hogy hogyan él tovább ezekben a helyi falusi közösségekben ennek a traumának a hatása, mert ugye azok az emberek, akik ezt látták, részt vettek benne, ezek az emberek meghaltak. Tehát a dolog azért érdekes, mert hogy én ennek a népi részét is ismerem, és azokat a érzéseket, indulatokat, emóciókat, ami ezeket az embereket vezethette, ezeket ismerem. És valamennyire a Gyuri is ismerte, mert ugye ez egy paradox dolog, ott van a népi írók tradíciójának a folytatója, a Csurka dramaturg diplomájával Budapesten, a kocsmázásaival, a lóversennyel és a többivel, és ott van a Konrád, a Berettyóújfalui gyerekkorral, meg a Bibikával, meg a Kecskével a hátsó udvarba, a kozmopolita író. Tehát, hogy ezek az életrajzokból nem következik egyik vagy másik foglalás. De én úgy érzem, én nem vagyok irodalmár, de nekem az a benyomásom, hogy kicsit ez egy ilyen Fradi Újpest fanklub konfliktus, hogy valamiért emberek úgy érzik, hogy vagy az A csapathoz, vagy a B csapathoz kell csatlakoznia, és én mindig azt érzem, hogy hát én meg belga, én meg hova menjek. Tehát, hát megmondják ezt Kurusz Labasza, meg sok mindenek mondják, de a
Konrádnak azért azt hiszem, hogy az állásfoglalása ezzel kapcsolatban teljesen. Abszolút, egy urbánus. Inkább azt mondom, hogy ő egy felvilágosult világpolgár. A szónak a mindenféle értelmében, akár még a kozmopolita értelmében is. Tehát a kozmopolita is ugye a szó szerint azt jelenti, hogy a kozmosz, a világ egésze, az ő polisza, az ő állama, tehát a világ egészében érzi jó magát. És azt a fajta leszűkítés, amit esetleg ez a népi vonal jelentett, azt ő egészen nem tudta elfogadni. De hogy a Csukkal kapcsolatban neked mennyire igazad van, azt jól mutatja az, amit kerestem és végre megtaláltam. Egy olyan történet, ami hát enyhén szólva nem vett túlzottan jó fényt a Csukkára. Ezt most nem olvasom föl, de a lényeg az, hogy arról ír, hogy viszonylag később megtudta, hogy a Pistának, mint írja, az apja egy filléres regényíró volt, tehát ilyen és nyilas pártaként azt mondja, hogy kapott egy teljes gyárat Nagyváradon 1944 májusában. És akkor ez viszont érdekes, hogy Pistának ez egy nagyon szép nyara volt, ahol jó volt gyáros gyereknek lenni. Ami viszont nagyon rövid ideig tartott, mert 45 őszén a zsidó hazajött, írja a Konrád. A másik pedig szintén egy maliciózus megjegyzés, nevezetesen arra, hogy a Csurka nem beszélt nyelveket. És ugye például a sajttal kapcsolatban mond el egy történet. Igen, a történet az úgy szól, hogy te jobban eltesz. Igen, a Részpál, aki neki a mentora volt, hasonlóképpen kicsit, mint az Adita Léda, kivitte Párizsba. És hogy megmutassa a Csurkának, akit nagyon nagyra tartott a Részpál, hogy milyen a világ. És hát ott fizetett neki mindent, egyébként a Gyuriéknál is volt, akkor már Lapner Jutkával élt együtt, és volt ott ott vacsorázni, és ugye franciául a sajt az a fromás. És olyan szeretett sajtot enni a vörös borhoz, és Angliába utána elvitte Részpál, hogy lásson egy angol száz világot, elvitte Londonba, saját pénzén, vagy hát valahonnan szerzett rá pénzt, és bement egy pubba, és ott is vörös bort kért. És sajtot kért hozzá, de nem tudta, hogy van angolul a sajt, de emlékezett arra, hogy volt franciául, és akkor elkezdett mondani a bartendernek, hogy from, és where are you from, kérdezte, hogy hol vagy. És akkor ezzel el volt intézve a dolog, tehát hogy elakadt a idegen nyelvek bozótosába ilyen módon, ahogy a Gyuri tapintatosan fogalmazott. Igen, ez egy nagy probléma, ez alkalmas, hogy magyar történészeknél most éppen egy minősítés kapcsán került ez elő, amikor valaki nem publikált idegen nyelven, és akkor megkérdezték tőle, föltették egy bizottságot, a kérdés szerint, amit ott kiről van szó, hogy akkor most ez, hogy mondjam, tehát, hogy azért kéne idegen nyelven publikálni, tehát ez magyar történelem, hát olyan nincs történelem. Igen. Szóval itt vagyunk most már tulajdonképpen a 70-es, 80-as évek végén, jönnek a 90-es évek, a rendszerváltás, amikor ez a két tábor ez még inkább szétszakad, és ez a szétszakadás az mai napig nagyon erős. Monori találkozó után arra datáltat, Monoron még együtt voltak. Igen, nagyon sokáig egyébként együtt voltak. Aztán ez az együttállás szerintem még tulajdonképpen az első választás után is volt némi esély arra, hogy a két tábor egymásra találjon, de akkor én hát azt már ugye féli felnőtt fejjel értem meg te is, akkor nagyon pontosan emlékszem rá, hogy nagyon sokan azt kívánták, hogy legyen egy nagy koalíció, tehát ugye az MSZP-vel szemben, vagy MSZMP-vel szemben, akkor még MSZMP volt a szem, a szabaddemokraták, tehát egy liberális, és az MDF, mint egy sokkal inkább a népi hagyományokhoz kötődő, bizonyos értelemben konzervatív hagyományhoz kötődő párt, hogy egy nagy koalíciót hozzon létre. És emlékszem, hogy akkor
talán éppen az Antal József mondta, hogy, hogy ennek nincs értelme, itt váltó pártok kellenek, ezért ugye hozzájöttek ahhoz, hogy a SZDSZ adja a köztársasági elnököt, ők pedig kormányt alakítottak, de nem jött létre a nagy koalíció, és ez a kettéállás, ez ezzel rögzült, és azóta ez semmit nem változott. A Konrád ugye az SZDSZ-hez tartozott, aktív politikai szerepet is vállalt, ugyanakkor én mindig azt éreztem, hogy nagyon erőteljesen dolog. Vajda Mihály tudnám még hasonlóan felhozni, szintén nagyjából kortárs, hogy nagyon erőteljesen kritikus volt a saját barátaival szemben is. Tehát látta, hogy, hogy hol szúrják el a dolgokat. Tehát például az, hogy, hogy ez a kettéosztottság, ez nagyon sokszor egy csomó hát ki nem beszélt fájdalomból, kisebb rendőrségi komplexusból, az ördög ugye mindig szorongásból táplálkozik, amit feltehetően lehetett volna talán kezelni, de mindenki nagyon jól elkezdte érezni magát abban a pozícióban, amiben volt. Most a Konrád ebből, én úgy érzem, aztán majd elmondod, hogy így van, egyrésztől menekült hegymagasba, másrésztől meg menekült nyugatra. Nyilván egy írónak a politika az nem pálya. Tehát aki ahogy Csurkáról mondta, amikor ugye megalapította a Miépet, hogy bezárta az írót. Tehát, hogyha ha valaki elkezd politikával foglalkozni, ami egy ilyen egybites kommunikáció és döntések, akkor az íróként, írói kvalitásait azt értelemszerűen elodálja. Én azt gondolom, hogy a Gyurinál inkább arról van szó, hogy ő onnantól kezdve, hogy megtörtént a rendszerváltás, azt gondolta, mint nem kevesen egyébként, hogy megtette a kötelességét, és akkor ő hátralép. Tehát nem véletlen az, hogy ugye ott volt itt-ott az SZDSZ szervezeteiben, de minden egyes jelölésnél az utolsó helyet kérte. Tehát kvázi tolóemberként kérte magát a listára, tehát hogyha valaki, nem tudom, 240. helyen van a országos listán, az eléggé biztonságban van attól, hogy országgyűlési képviselő legyen, tetszőlegesen függetlenül a pártoktól. Tehát nekem az a véleményem, hogy ő inkább kivonult ilyen módon a politikából, tehát aminek értelmét látta meg, ami hát valamennyire azért egzisztenciálisan is segítette, az a PEN Klub és a Német Művészeti Akadémiának az elnöksége. Tehát bekerült egy olyan nemzetközi körforgásba, amiből rátekintése volt erre a világra, és hát azért nem szabad elfelejteni, ugye különösen a Német Művészeti Akadémiánál mondta, hogy hát egy írónál azért tekintettel a példányszámokra egy biztos jövedelem az nem egy elhanyagolható szempont. Tehát ennek volt egy ilyen egzisztens, 5 gyerek, ugye 5 feleség, gazdag élet ilyen szempontból, nem egyszerre, nem természetesen, de én azt gondolom, hogy ő inkább igyekezett kivonulni a politikából. És hát nem tudom, igazándiból én nem nagyon értek a politikához, ezt el kell mondani. Ráadásul ugye én nem egyik táborhoz tartozónak sem vallom magam. Tehát én mindig így csodálkozom azon, hogy ki mit mond, és nagyon érdekes dolog volt, amikor hát tanítottam a Pázmányon is, tanítottam a CEU-n is, és mind a két helyen éreztem idegenséget. A CEU volt sokkal jobb természetesen, ki fog kerülni a YouTube csatornára, de hát ugye ez a tapasztalatom, és hát a mellékszál, akkor ígyuk hát ki a poharat. Azt gondolom, hogy a CEU-nak az elüldözése az egyik legnagyobb tragédiája a magyar felsőoktatásnak és akadémiai világnak, és jóvá tehetetlen. De köszönjük vissza, hogy a politikai deklarációt megtettem. Nem, mesélj inkább hegymagasról, hegymagasról én semmit nem tudok. Hát a hegymagast gyakorlatilag... Én ott is. Sokat aludtam is párszor náluk, vagy aludtunk többen. Különböző rotációban. Egyébként nagyon érdekes dolog, hogy nincsenek Gyuriról és rólam képeim. Ugyanis én fotóztam, és az összes gyerekemről, feleségemről nagyon sok, nagyon gazdag fénykép archívum van, de mivel én mögötte álltam a fényképezőgépnek, ezért rólunk közösen gyakorlatilag nincsen egyetlen fénykép se. Na most a hegymagas az úgy került képbe, hogy a Szerény Ivánnal még a 70-es évek végén egy ilyen nagy településkutatást csináltak. És hegymagas beleesett a mintába, elmentek és nagyon tetszett. És amikor megkapta a Kossuth díjat, akkor eldöntötte, hogy ezt az összeget, ami egy jelentősebb összeg, ezt erre költi, és megvette egy házat, ami a helyi zsidókocsmárosnak volt a
kocsmája. Ez egy nagyon nagy ház, mert ugye volt benne egy üzlethelység, meg volt egy ilyen hátsó traktus, és ezt felújították, és tulajdonképpen, és a Szentgyörgyhegyre néz. Tehát ez a klasszikus, van ez az orosz vicc, hogy Szibériába vágják a fát, és csúnyákat mondanak a kormányra, és mondja az egyik a másik, hogy ne haragudj, tehát ne, ilyet nem mondja, elvisznek innen hova. Tehát ennek volt egy ilyen, olyan csodálatos, hogy innen sehova nem érdemes elmenni. Tehát mondta a Gyuri sokszor, hogy barátai Spanyolországba, Olaszországba járnak, de hát ennél szebb környék, ott balra nézel a Balaton, jobbra nézel a Szentgyörgyhegy, és hát ehhez megfelelő minőségi borokat is lehet kapni, és ott azért el lehet tölteni az időt, amikor hogy az ember egy sort le ne írjon, de hát ő egy szorgalmas ember volt, és minden dél előtt leült és írt. Ennyit volt ő egy magasom. Gyakorlatilag elment tavasszal, és visszament, amikor beköszöntött a hideg. Tehát gyakorlatilag az év kétharmadát azt egy magasan töltötte. Volt a szomszédban egy idősebb hölgy, akit kislányként ismert meg, csak hát ugye haladt az idő. Kislányként ismerte meg a 70-es években, és közben egy idős hölgy lett belőle, és ő főzött rá. Ő főzött rá, és időnként Jutka is meglátogatta. Hát ami kimaradt a könyvből, az most ki fog maradni a beszélgetésben. Hát igen, New Yorknál tartottunk, amikor. Az egy fatális dolog volt, amikor az utolsó beszélgetésre készültünk, akkor a Bandi fiam eltörte a kezét. Úgyhogy a Veszprémi kórházba töltöttük a hétnek a nagyobb részét, és akkor a New Yorki beszélgetésre ezért nem kerülhetett sor, de hát az lett volna az utolsó? Az lett volna az utolsó. Így is terveztétek? Hát utolsó soha nincs ilyenben, de ugye tematikailag az utolsó nagy egység az a New Yorki beszélgetés lett volna, és hát a Bandi fiamnak egy ilyen a strandon volt egy ilyen, de hát leesett, kapaszkodott, mászott egy mászókán, leesett és mind a két a dorsó meg a sincsont is eltörött, és hát akkor ezt sürgősebbnek mondott. Hát igen, és egyébként szépen fejezhette a könyvet, azok az utolsó mondatok, kedves Gyuri, kifutottunk az időből. Ebben a könyvben már nem kerül be a New York-i élményeid, de ígérem, ha rám kerül a sor, akkor megyek, megkeresnek és közösen befejezzük. Ezt szerintem végszónak is egészen. Fenyegetésként is értelmezünk. Hát köszönöm szépen mindenkinek, aki megtisztelt bennünket a figyelmével, és hát hogy mondjak valami biztatót még a végére, ma délelőtt megcsináltam egy, van egy oktató csatornám is, de azok nézik, akinek muszáj, de most csinálok egy csatornát a Gyurival készült beszélgetéseknek, és azokat tematikusan vágva föl fogom tenni. Tehát minden egyes videó vagy hangfelvételhez ott lesz a leírás, hogy miről van szó nagyjából. Tehát, hogyha valakit a csurkához való viszony érdekel, akkor tematikusan tud keresni. És az első videó ez a beszélgetés lesz ezen a csatornán. És ha valaki érdeklődik, akkor a Gyuri nevét és az én nevemet kell beírni, és akkor ha a kereső jól működik és nem lesz áramszünet, akkor megtalálják. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és hát leginkább a Zolinak, akivel hát még soha nem beszélgettem ilyen sokáig, de majd folytatni fogjuk. Hát remélem, hogy a Zoli következő könyvének a könyvbemutatójára engem fog felkérni. Most itt ezt. Igen. De esetleg, hogyha... Igen, valakinek van kérdése. Kérdés van, vagy bármi. Egyébként nagyon érdekes dolog, ha valaki csinált már ilyen interjúkat, akkor... igen. Ugye, ők megírták az értelmiségi a hatalomba, és akkor a hatalom vagy a szemébe, és akkor arról, meg ott egészen kalandos történeteket lehetett olvasni, hogy elásták a könyvet. Igen, meg, igen. Egy példány mindig. Hogy igen, meg hogy akkor ott tulajdonképpen ott mi történt ott velük? Hát, volt beszélgetés? Hogy mondjam, mivel az értelmiség útját megvan a könyv, tehát csak részletek kerültek bele ebbe a beszélgetésbe. Igen, tehát az volt, hogy a Szelényi akkor nagyon, nagyon szörnyű állapotban volt. Tehát úgy érezte, egy ilyen depresszív időszakában volt a Szelényi, hogy nincs értelme annak, amit csinál. Nyilván ennek megvoltak az életrajzi okai, és tulajdonképpen amikor leültek írni az értelmiség útját, akkor az egy pszichoterápiája volt a Szelényinek. Tehát, hogy csináljanak együtt valamit közösen.
És a Gyuri életében ugye megvolt ez a határon való mozgás, mind ebből a szempontból is, hogy akkor ő most szociológus, vagy nem szociológus, vagy író. És tulajdonképpen ez egy kirándulás volt neki ebbe a világba, és nagyon érdekes, nem került bele a könyvbe, de hát nagyjából olyan egyharmada került bele a könyvbe a beszélgetéseknek, mert rengeteg ilyen átfedés van, meg csapongás, meg mindenféle. Tehát ott általában úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a Gyuri kinyitott egy üveg pálinkát és bort, és akkor ezt elkezdtük fogyasztani. Hát egyszer annyira megtisztelt engem a Gyuri, hogy kibontott nekem egy olyan bort, ami a New York Times borlapjának az első 100-ban van. Hát nem ízlett. Tehát valószínűleg benne van a hiba, tehát mondta nekem, ne haragudjon nekem, a kocsis írma az teljesen jó, valószínűleg benne van a hiba. Tehát visszatérve. Tehát lényeg az, hogy ez bizonyos mértékig a Szelényinek a terápiája volt. Egy-kettő, ugye az volt, hogy mind a ketten, Gyuri is elindult egy tudományos pálya irányába, és ráadásul ugye vákumba kerültek mind a ketten, és akkor arra tettek egy heroikus kísérletet, hogy megértsék, hogy mi történik itt, és valami prognózist adjanak arra vonatkozóan, hogy mi fog történni. És tulajdonképpen az értelmiség, tehát hatalomra jutása, az egyfajta ilyen prognózis, ami aztán semmilyen tekintetben nem következett be. Na most ők gyakorlatilag ekkorra már bekerültek a nem állambiztonságnak a látóterébe, és tudták azt, hogy ezt Pesten nem fogják tudni csinálni, ekkor bérelték ki a harangozó házat, ahova kijártak a Zsigmond atyához, és az egy nagyon szép története egyébként ennek, hogy időnként megjelentek razziázni a harangozó házba is az állambiztonságnak az emberei, és volt egy ilyen dialógus az állambiztonsági tiszt és a Zsigmond atya között, hogy mondták neki a Zsigmond atyának, hogy hogy gondolja azt, hogy támogatja a rendszer ellenes elemeket, meg különben is a korrás zsidó. És akkor mondta, Gyuri mesélte tovább, hogy elmentek az állambiztonságiak, a Zsigmond atya odalépett hozzá, akivel ilyen hűvös viszonyban voltak előtte, két oldalról megcsókolta, és a jó munkát kíván neki. Tehát mindentől kezdve lehetett tudni, hogy melyik csapatban játszanak. De most még egy dolog, ami szerintem érdekesebb, mint ezek, hogy elásták meg mit történtek, az, hogy tulajdonképpen nekem, ugye én akkor gyerek voltam, önhibámon kívül, de hogy nekem a Gyuri történeteiből az szűrődött le, hogy ez abban az időszakban egy társas játék volt. Az államhatalom, meg különböző értelmiségi csoportok között. Tehát ahogy visszatekintenek nagyon hamis módon erre az időszakra, hogy voltak a jók meg a rosszak, ez nagyon nem így néz ki. Tehát például, amit az Acél csinált ott a különböző csoportoknak a favorizálásával, fölemelése. Tehát ilyen történetek, olvastam, most nem a Gyuri mesélt, ezt másról olvastam, hogy elhatározta, hogy legyen magyar Nobel-díjas, és akkor abban nagyon komoly pénzeket, fordítókat, promóciót, nyugati promóciót tolt bele, hogy legyen magyar Nobel-díjas, és hát közelítések voltak is, tehát többen jutottak el a Final Three-be, de hogy nem sikerült. Tehát ez az egész egy ilyen társas játék volt, hogy ők engednek egy kicsit, tehát ilyen történetek voltak, hogy a szerelemnek, a Makkároly szerelemnek a forgatókönyvét 6 évre tették be az asztalfiókba, mert éppen az oroszoknál olyan volt a kártyajárás, hogy ez a film nem mehetett. Tehát ez azért elképesztő, mert hogy azzal az aggyal, amivel mi itt elműködünk és intézzük a dolgainkat, azzal az aggyal sok minden nem érthető. Tehát például a történelem megértésénél az egyik legfontosabb probléma az, hogy a viszonyunkat tisztázzuk a múlthoz. Csak hogy nekem még vannak erről fogalmaim, legalább segédfogalmaim, de mondjuk a fiatalabb gyerekeim generációjának már nincsenek. És ezekben a történetekben többek között az elássák el Zsigmond atya, ebbe a társas játék az elképesztő. Tehát amikor kitanulják ezek az értelmiségek, hogy akkor ennek szólok, akkor az talán segít, akkor kimegyek ösztöndíjjal, akkor nem tudom, Lengyelországban megyek, bekészítem a pornomagazint a vámőrnek, aki hogyha leveszi a pornomagazint és nem nézek oda, akkor a többit már nem nézi meg. Tehát hogy ez valami elképesztő. Tehát nekem, igen. Meg az a nagyon érdekes a mai szemmel, nem, hogy ennyire izgatta az államhatalmat, hogy két értelmiségi mics, mert most egyáltalán nem izgatja, igen, tehát egyáltalán nem számít. Tehát ez a döbbenetes, igen. Hogy akkor ennek ilyen súlya volt. Igen, mert akkor értelmiségiek voltak hatalmon is.
Tehát, hogy nagyon érdekes az acélnak a jellemzése, amit a Gyuri ad. És akkor mondta, hogy hát ez egy ilyen zsidó fiú volt már az Acél György, aki azért József Attila körének a peremén volt, tehát azért volt neki összehasonlítási alapja, színészkedett is kicsit, hát sikertelen volt benne, de volt valami érzéke, amit felszedett ezekbe a körökbe, arra vonatkozóan, hogy meg tudja mondani, hogy mi a jó, meg mi a kevésbé jó. És hogy mondjam, tehát akárhogy is nézzük, ugye biztos én 80-valahányban szavaztam először, és az egy élvezet volt végigolvasni a Hazafias Népfrontnak a jelöltjeit, nem tudom, kinek vannak ilyen emlékei, és akkor munkás, munkás, paraszt, munkás, paraszt, munkás. És hát ezeket az embereket biztonsági őr nélkül nem engedték Esztergapot közelébe legalább 40 éve. Tehát, hogy ezek foglalkozás szerint ezek értelmiségiek voltak, ha intellektuálisan ugye nem is voltak túlságosan bekutorozva. Hogyha emlékeztek rá teljesen össze, János, hogy akkor még úgy definiálták az értelmiséget, hogy improduktív munka. Volt a produktív munka, igen, és volt az improduktív. Improduktív munka az, hogyha nem volt kérges a tenyered. Tehát például az egy produktív munka, hogy kapálod a kukoricát. Igen. Én is kapáltam kukoricát, én sem ennek kedveltem. De az improduktív munka az, hogy például tanítasz. Neki terápia lesz a végén. Amit kérdeztél, tehát hogy miért érdekelt az értelmiség, holott pontosan tudták, hogy az értelmiség köre az egy nagyon szűk, meghatározható, döntően fővárosi vagy nagyvárosi csoportokra értelmezhető. Itt szerintem az egyik dolog, túl azon, amit Lajos mondott, azzal egyetértek, de az egyik dolog az, hogy szerettek tudni mindenről. Tehát az a fajta őrületes jelentő hálózat, ami kialakult, nem csak itt, hanem általában a keleti blokkban, az egész egyszerűen arról szólt, hogy nem fogjuk elkövetni azt, még egyszer ugyanazt a hibát, amit az 50-es években a Rákosék elkövettek, mi mindenről tudni akarunk, nem lesz hirtelen meglepetésszerűen, szinte meglepetésszerűen valamiféle robbanás, ez volt az egyik. A másik, amitől viszont tartottak, hogyha ez az értelmiség eljut a fiatalokhoz, az ifjúsághoz, akár úgy, hogy az egyetemeken, főiskolákon, stb. Keresztül. És ne adj Isten, ez tovább megy azokhoz a fiatalokhoz, akik gyárakban dolgoznak, na onnantól kezdve dolog nagyon veszélyes lehet. Tehát szerintem ezt a kezdet-kezdetén el akarták folytani, illetve kontrollálni akarták, és ezért lehetett ez a meglehetőség. Néha egyébként úgy van, ahogy mondod, hogy majdhogy nem komikus, tehát ilyen Monty Pythonos reakció, de ugyanakkor másik oldalról meg ez kőkeményen vérre ment. Hiszen nekem is vannak olyan ismerőseim, idősebb ismerőseim, akik ugye az időben nem kaptak munkát. Kénytelenek voltak elmenni kubikusnak, vagy segédmunkásnak építkezésekre, és itt nem csak Hanvas Pélára gondolok, aki Tiszapalkonyán olvasott Nietzsche-t németül raktárosként, hanem egyszerűen azokra az értelmiségiekre, akik ki akartak ebből a körből kerülni. Ez, mondom, szerintem ez a két dolog mozgatta még azon túl, hogy valóban az értelmiség szerepe is teljesen más volt. Úgyhogy lehet, hogy eljutottunk oda, hogy két utál előttünk. Igen. Újra. Csak sokkal jobb alkoholokat lehet kapni. Van-e valakinek kérdése még? Hát ilyen laikus kérdésem, kezdődtek a beszélgetések, hogy ő volt valami. Igen. Öltöttek, és mondtad, tehát hogy én, voltak is borpányi. Így van. Én a rajongó voltam, és kerestem a mesteren fogást. Na most ez nem volt olyan nagyon egyszerű. Az első kísérletem az volt, hogy a Gyurinak volt egy kandidátusi disszertációja, amit elhozott nekünk 92-ben az RKK-ban, a Kecskemétre. És az ott maradt. És akkor én közben elkerültem Szegedre, és akkor elkezdtem ezen dolgozni, és akkor a Juhász Gyula felsőoktatási kiadó, meg az ott kapcsolatok, az megjelentette. És akkor a Szerényi Ivánnal eljöttek, volt egy könyvbemutató a Bartók Bélába, és akkor jó, ez megvolt. Ez hát, mikor volt? 2000-ben. És hát utána ez megvolt, ezt a projektet kipipáltuk, de én még szeretnék beszélgetni a Gyurival.
És akkor kerestem megint egy témát. Hát a következő téma az az volt, hogy akkor csináljunk egy honlapot neki. Jó, hát csináljuk, az is oda kell menni, megbeszélni. És akkor beszkeneltem a képeket, amik egyébként bekerültek a könyvbe, és akkor mondtam neki, hogy akkor írjon minden képhez egy szöveget. Oda vittem neki a beszkenelve, kinyomtatva, írjon szöveget. Mondta, hogy jó, megírja. Egy év múlva érdeklődtem, két év, semmi nem akarta. Tehát nem lehetett olyat vele csináltatni, amit ő nem akarta. Nagyon makas volt ilyen szempontból. És akkor egyszer voltam náluk kajálni, és akkor valamelyik interjúja került szóba, és akkor, de hát minden interjú az gyakorlatilag mély interjú is, 5-6-7 oldal. És akkor mondtam, hogy de csináljunk egy ilyen egész hosszú, tehát ilyen sok-sok órásat. Tehát most a teljes anyag az olyan, nem is tudom, 50-60 óra. És akkor mondtam, hogy jó, hát itt veszett el ezen a ponton, mert akkor utána vettem egy diktafont a MediaMarktba, és akkor fölhívtam, hogy mennék interjúzni. És akkor hát ugye egyeztettük időpontot, amit gyakorlatilag megpróbáltak kimanőverezni, de nekem akkor már megvolt az a diktafonom, amire költöttem, tehát én már investáltam a projektbe, és onnantól kezdve gyakorlatilag minden ellenállás összeom volt. Tehát itt gyakorlatilag az ostromnak egy, hát hogy mondjam, sikeres és sikertelen szakaszai követték egymást, míg bekövetkezett a teljes összeomlás. Tehát én egyébként nem vagyok ilyen, tehát szokták mondani, vannak erre viccek is, tehát hogy én nem nagyon érdeklődök a külvilág iránt. Egyébként nem mondom, hogy aspergeres vagyok, de egy ilyen vizsgálatnak azért nem állnék elé, de hogy a Gyuri valamiért nagyon erősen fölkeltette az érdeklődésemet. Tehát hogy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen mániával vált nálam, és csináltam. Hát amikor meghalt szegény, az egy nagy törés volt, mert a anyagnak nagyjából a 40%-a gyakorlatilag diktafonban volt, meg videón volt, és akkor neki kellett állni. És volt egy bizonyos pont, amikor nem éreztem magamban az erőt, hogy meg tudom csinálni, de hát ilyenkor ugye azt kell csinálni, mint a kukorica kapálásnál, amikor az ember már nem érzi a motivációt, csinálni kell, és akkor majd elmúlik a boltpont. És akkor elmúlt. Még a krumpli kapálásról beszélsz, mint máskor. Majd amikor én fogom bemutatni a Zolinak a könyvét, akkor a krumpli kapálásról fogok beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet. Annyit szeretnék mondani, hogy a Wilke egyik levelében azt írja, hogy amikor könyveket olvas, akkor úgy érzi, hogy a szerzővel beszélget. Most függetlenül attól, hogy ma már úgy gondoljuk, hogy az olvasó projektálja a szerzőt, de hát itt a könyv, aki szeretne beszélgetni Konráddal és Rácz Lajossal, akkor megteheti, megvásárolhatja tízszeres áron. Hát köszönöm szépen! Szekintetek a könyvét!